Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Ma este magazin műsorunkat láthatják. Az elmúlt héten ülésezett a Városházán a Bakony-Balaton mechatronikai és járműipari klaszter. Elsőként erről számolom be Önöknek. Ülést tartott a klaszter július 21-én. Mely napi rendi pontok szerepeltek, és miben sikerült megállapodniuk a tagoknak? Tulajdonképpen a legfontosabb célköré fűztük föl az egész klaszter rendezvényünket, mégpedig a köré, hogy szeretnénk itt Ajkán az ipari parkban megvalósítani egy új beruházást, amit közösen a városban található szolgáltatók, a városban található vállalkozások hoznának részre, különböző források, pályázati források, tőkebefektetések kombinálva egy olyan központot, ahol különböző tevékenységeket lehetne elvégezni. Egyik legfontosabb terület lenne egy duális képzőközpont, ahol különböző gépcsoportokat tudnánk, különböző kabineteket létrehozni, ahol lehetne a mi diákjainkat képezni, és ezáltal elérhetnénk azt, hogy egyre több, egyre jobb képzettségű diák tudna ebben a képzőközpontban végezni, tanulmányokat folytatni. Ez az egyik tevékenységköre ennek az épületnek. A másik pedig egy innovációs tevékenységet folytató épület. És a harmadik tevékenység pedig az lenne, hogy az ipari parknak is itt lenne a székhelye, és őneki pedig különböző szolgáltatásokat nyújtana az ipari parkban megtelepedett és megtelepedendő cégek számára. Mely szektorban dolgozó vállalkozásokról van szó? Tulajdonképpen itt minden szektornak tudnánk segítséget nyújtani. Ipar, kereskedelem, szolgáltatás, adott esetben pénzügyi szolgáltatások is. Nagyon sokféle tevékenységet lehetne ebben az épületben elvégezni. A duális képzés viszonylag új fogalom. Mit takar ez? A duális képzés az tényleg egy nagyon új téma. Azt szeretnénk, mi vállalkozók, hogy egy olyan képzési forma jönne létre, ami eltér a mostani képzési formától, ahol a képzések úgy zajlanak, hogy van az elméleti képzés és a gyakorlati képzés, az általában egy helyen van, és szeretnénk megvalósítani azt, ami már Németországban például az anyacégünknél is működik, az pedig, hogy az elméleti képzés az a tanulónak az iskolában történik, és a gyakorlati képzése pedig cégeknél, adott esetben ebben a duális központban pedig olyan gépeken gyakorolhatnának, amiken eddig nem tudtak, és így a duális képzés azt akarná, hogy az elméleti meg a gyakorlati képzés az elkülönülten zajlik, és a gyakorlati képzés az tényleg gyakorlatorientált, és nem ilyen régi leszolgált gépeken zajlana, mint ami mostanában eddig jellemző volt. Tehát akkor a tanuló a tanuló évei alatt már a leendő cégénél tud dolgozni, tanulni, és ha úgy gondolja, hogy a cégnek ő is megfelel, és ő is a cégnek, akkor akár már ott miután végez, munkát is vállalhat. Igen, tulajdonképpen ez azt gondolom, hogy ez visszatérés lenne a rendszerváltás előtti szakképzéshez, mert akkor ez nagyjából így zajlott. Ez a képzőközpont mikor és milyen forrásból fog megépülni? Hát ezen dolgozunk most jelenleg, hogy a forrás összetételét megtaláljuk. Különböző pályázatok fognak indulni szeptemberben, októberben vagy az ősszel, ezt az információt tudjuk, és hogyha ezek a pályázati kiírások megtörténtek, akkor tudjuk megmondani, hogy milyen arányban lehet ezeket az összegeket összetenni. Tehát pályázati forrásban gondolkodunk, adott esetben kockázati tőkebevonásban gondolkodunk, a város is biztos, hogy kell, hogy beletegyen pénzt, és esetleg még a környékbeli vállalkozók is.